10 nap, 10 kaland, 10 feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve apa. Az eredmény a következőképpen néz ki. Szép jó estét kívánok mindenkinek, én Dezső Bence vagyok, itt van velem László, Patrik és Traub Dominik. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Itt vagyunk Erdélyben jelenleg, és forgatjuk a Brodapestnek a harmadik évadát, ami február 23-ától lesz a csatornán. Mondjanjuk, legalábbis indul el, ne haragudjatok, de Dominikot eléggé nehezen lehet kezelni már ebben az órában. Egész nap utaztunk, ha bár ő nem vezetett, de látható módon eléggé elengedte a mai napot, úgyhogy reméljük, hogy használt tudjuk még venni ebben a videóban. Itt van még velünk Németh Bálint, akit kérek, hogy integessen be és köszönjön be. Nem kell a néma játék, mondhatod, hogy... Hello! És ezen a csodálatos estén Székely aktív társasjátékot fogunk játszani. Mi hárman egymás ellen leszünk, és Bálint fogja nekünk felolvasni a Székely szavakat, mi pedig el kell mondjuk, hogy mi is a szónak a megfelelője. Nyilván valahogy jelezni kell annak, aki tudja, így hát a fának a rácsapásával konkrétan ezt az én cégem hozta szépen ugye a falopásból, tudjuk már gratisba, úgyhogy ezt aki majd tudja, az szépen lenyomja, és a legelső. Honnan fogjuk tudni, hogy ki csapkodva van? Ezt tudni fogjuk. Majd én látom, ja, ez ilyen belső. Én majd bírálok. Ez ilyen spirituális. Bálint majd bírálni fog. Bírálok. Amennyiben nem tudod a szót, hiába csaptad le a kis fát, egy újabb kör következik, és a nyertes nyerni fog. Mert nem azért, de egy pontot. Nem lenne ferebb, ha mondjuk nem két erdélyivel játszanék. Nyugi, keresed neki nehezebb kifejezést. Igen, parancsolj. De azt nekem is kell találni. Ja, tényleg. Ez majd egy ilyen este, majd lesznek olyanok, amiben te leszel a jobb. Egyébként ne felejtsétek el, hogy a harmadik évad első része február 23-ától elindul a Brodapest csatornán, illetve gyertek át Instagramra és kövessetek be minket ott is, és gyertek át a csatornáinkra, mind a háromnak van, és Patrik, üdvözlünk a Brodapestben. Nagyon szépen köszönöm. Ismételten 15-ször kiköltözött meg vissza. 25-ször. Igen. Nos, az első kérdésem, mit jelent az, hogy ezt itt majd szoktuk használni, de egy pontos definíciót kérek szépen, porba finkó. De nem is volt. Nem. Jó, akkor próbáljunk meg úgy is megkérdezni, Dominik, hogy azon nézőink is, aki jó, akkor lesz, porba fingó. Igen, jelentése szerint. Amikor hát valaki ilyen kis tenyérbe mászó, kis tudod, ilyen kis féreg. Nem. Sajnos azt kell, hogy mondjam, Dominik, nem sikerült, hiszen... Ne igyel már többet. A porba fingó az alacsony kicsi annak számít, hiszen te egy kis porba fingó voltál gyermekkorodban. Egy is. Alacsony, igen. Úgyhogy ezt egyáltalán pontot adni. Menjünk tovább. De hallgass végig a szót. Tehát ez fontos. Jó. Csízió. Az a Cheetos. A sajtos. Akkor csaphatom? Csaphatom. Vízió. Jézusom! Részben elfogadom, mert egyébként egy ilyen tudás, jóslás... Ezt mondtam, hát a vízió az a szinonimája. Én elfogadom, és egy pont Markónak és nekem. Egy pont a... Sastojás. Sastojásnak. Összeszedem magam. Jó. A sastojás nagyon elszállt előre, így egy ponttal. Jó. Áncsorog. Hát, hogy valamire vár, és egy helyben áll, köszönjük és... Köszönjük szépen. Igen, eltalált. Egy pont. Estáp. Az volt, ott volt az első. Igen, ja tudom, estáp, az kutyakaja. Melyik világon? Jó. Estáp, volt a második. Ki ütött, Bence? Nem is ütöttem, ők ketten ütöttek, közöm nincs. Hát igazából én hallottam ezt a szót, és sőt, most? Tatámtól is hallottam, és mindig azt mondta, hogy mit estápolsz annyit. Szerintem az, hogy mit gondolkodok annyit, vagy mire várok olyan sokat, meg valami ilyesmi dologról van szó, szerintem. Pillanat, a játékmester kettőt lapozott a szakáskönyvbe, így készült a babos, mákos, rétes. Miről mondja, beszélsz? Hogy ellapoztam, ember, hát nem tudom, hogy hol volt, hogy mi az. Elnézést. Te nem jártál iskolába, vagy mi van? Nem az volt az, egyébként nem jött. Csavarincs a nyelveden, aztán úgy lapoz.
Bájos segítőm oldalról az estáp mankót jelent. Mankót. Estápot nyújtott nekem ebben. Úgyhogy ezt elcsasztétek mindannyian, megyünk tovább. Nagyon egyszerű, figyelj! 3, 2, 1, megagyad. Ez én voltam a legelső. Hallod? Én meg a második. De ha visszanézem, mert én fogom visszanézni. Várj, tényleg lehet húvás kérni. És nem ő volt. Akkor? Na akkor mondjad, na, akkor nem történik semmi. Én Bencét láttam minden. Én is Bencét amúgy szemszögemből nézem. Jó, nem kell nyalni. Jézusom, de közel volt tényleg, és tényleg olyan volt. De jó, nem lehet ezt jó? Hát akkor... megagyal? Hát amikor... De ne, háromra mondjátok ki a szót, és eldöntjük. Várjál. Megint benne voltak, így is. Egy. Ő is látja. Kettő. Három. Megvert valakit. Ezt mondta, hogy hát jó, de ha nem, várj, te miért mondtad gyorsabban, mikor kettő közt? Mert ők ütöttek. Hát nem mind a hárman kellett mondani. Megver, mind a kettő. Jó, akkor adjunk egy-egy pontot mindkét. Ne, ne, várjál, hogyha én mondtam a gyorsabban. Na mindegy, adjunk egy-egy pontot, ja. Három, kettő, egy, pilinke. Én voltam, mondja. A hó pilinkel. És a hó... Gyengén hullanak a hópelyhek. Tehát jelenleg az állás 2-2-2 2-2-1 úgyhogy Dominik ez még úgy halkant kamerán kívül a roma vagy éppen hogy pont magyar vagy csak van hajtad az a üget én pedig éreztem hogy eltalálod mondhatom én volt a második kajtat után hát igen kajtat után jó, de az amúgy tudta hát amikor valakit követ tudom pedig nem nem kajtass utána, hát így... Baz, nem tudom megfogalni, hogy tudom. Hát hogy ne kajtass utána, ne nyomozz utána. Egy eset, most egy lehetőség, hogy amikor nyomoz, nem? Nyomoznak utána. Ez kutat. Nyomozz kutat, ne fárasszál, egy pont. Hát oké, csak az elején teljesen más. Jó van, de én csaptam ezzel, úgyhogy annyi lehetőségem van, mint a tenger. Ki az? Az ány. Ány. Én tudom. Ki tudom. Ány. Az a Marvelből az egyik hős. Miért hittem el, hogy tudja? A nagybácsi felesége. Az tudod, hogy az lány? A nagybácsi felesége. Na jó. Igazán most már tényleg az van, hogy ha vagy Bence, vagy Patrik eltalálja, akkor... Nyer. Nyer. Mi az a pire? Pire? Tu. Na? Krumpli főzelék. Szeretném megkérdezni a közönséget, elfogadjuk-e a pire szót, ami egyébként püré? Püré, jelent. Hát igen. Ezt elfogadjuk-e vagy sem? Nem. A krumpli főzeléket. Igen, akkor ezt sajnos nem fogadjuk. Nem fogadnám. Tovább megyünk. Iszkiri. Ez Patrik volt. Iszkiri gyorsan ezt még én is tudom. Nyert. Tehát a mai verseny 3 ponttal nyertek Patrikék, jó. Utána most érkezik van, a Csurró! Tezé Markó Páros. Most kérdezzük meg, hogy a nézők szerint ki nyert, mert... És László Patrik. Színes barátunk pedig a néző... Szabival egy ponttal hasítanak tovább. Tűnöm, mi van esély? Mit tudtad volna? Ennyire lett volna az a videó, reméljük, hogy tetszett nektek, ez csak egy kis bemelegítés volt, ugyanis minden egyes este, amíg itt vagyunk Erdélyben, lesz ilyen videó. Ígérem nektek, hogy Dominik nem fog minden egyes videóban alkoholt fogyasztani, és a Brodapest nem támogatja, habár Dominik nem 18 éves, a 18 éven aluliak alkoholt fogyasztását. Szerintem ezt kiblőrözzük, hogy ne lássátok, ugyanis mi ismétlem nem támogatjuk ezt. Patrik, milyen érzés ismét itt van lenni Erdélyben? Nagyon jó, főleg mikor felhívtam drága tatacskámat és elkezdtem vele tájszólásosan beszélni, és ezt Bálint végigpatlak. Örült egyébként, hogy forgatsz? Hogy sikerült? Tatám szegény nem érti meg ezt, hogy mivel foglalkozom. Azt kérdezte, hogy miért nem jövök haza Szentgyörgyre, és azt mondtam neki, hogy jövünk ide Hargitára, mert itt fogunk dolgozni. Várj, ezt én se értem, te soha, mert hogy mivel foglalkozom? Nem videós. Ez nagyon jó. Na de egyébként egy szónak is száz a vége, én tényleg örülök, hogy nyertél. Jó lesik, nem? Igen. Hajtotok ti mivel a medve kupáért? Vagy kupát lehet nyerni? Nem, mi nem hajtunk, mi már megkaptuk egyébként. Aha. Mi már megnyertük ezt. Legálisan biztos nem egyébként most egy pontot nyertetek. Szabi közben egyébként tönkretette a kupát, de hogy... De én raktam össze. Igen, tehát kisebb lett a kupa, mint látjátok. De ez a mutatja be fejét. Itt van a... Ott a kipotló része a kukának. Kukának. A kupának.
És ez a Megder medve kupa, amit egyébként a végén a versenynek és a kalandnak meg lehet nyerni, ugyanis, hogyha még nem tudnátok, csapatokra vagyunk osztva, én Rebekával vagyok, Timi pedig Patrikkal, és Szabolcs pedig Dominikkal van. Különböző neveink vannak, most téged is megkérdezének, Dominik, hogy amellett, hogy tökéletes pánsi fogatlan imitátor vagy. Remélem nem azért van, mert hogy fogatlan vagyok. Milyen érzés Erdélyben lenni? Egyébként végezetül én is nagyon örülök, hogy elkezdett a harmadik évad, annak is örülök, hogy a csapatban mindenki elfogadta a meghívásomat a második évad végén, hogy jöjjünk Erdélybe. Tényleg nagyon jól esik, és remélem, hogy tetszeni fog nektek ez az évad. Sokkal több mindennek készülünk az eddigi évadokban, volt az első és a második évad, hogyha azokat nem láttatok volna, ott lesznek a linkek a leírásban, vagy keresétek a csatornát, és iratkozzatok fel, és kapcsoljátok be a kis csengőt, mert jelentkezünk nektek folyamatosan videókkal, és nem maradjatok le róla. Sziasztok!